Kedves nézőink, itt vagyok a Tiszavasvári polgármester hivatal lépcsőjén. Körülöttem Tiszavasvári roma lakosságának zúgolódó nagy tömegét láthatjuk, aki most nekünk elmondja, hogy tulajdonképpen miért is vannak itt, és hogy mi a probléma. Az Lakatos Filmos, miben látjátok ti az egész problémát? Abban látjuk a problémát, hogy elindult itt egy folyamat pár héttel ezelőtt, aminek tudomásomra jutott az, hogy olyan intézkedések folynak ott a Tiszavasvári széles út környékén, és ezekben a lakásokban, amiknek ezeknek az embereknek, bár putriknak nevezik, de ezeknek az embereknek ez a mindenük, amiük van, és ők ezek ragaszkodnak, és olyan eljárás indult el, ami a hatóság és a gyámhivatal eljárása során ajtó berogással működtek a dolgok, és semmiféle toleranciát nem mutatva, nem képviselve elmondták a szülőknek semmiféle együttérzés nélkül, hogy a gyermekiket viszik az intézetbe, viszont a lakásukat pedig letúrják, hogy ők hova fognak kerülni, azt őket nem érdeklik. Ez tudomásomra jutott két héttel ezelőtt. Két héttel ezelőtt estén folyamán felhívtam a tiszavasvári alpolgármesterét, Munkácsi Mihályt. Elmondtam neki, hogy milyen eljárás ez, tudnak-e erről. Másnap reggelre engem behívott, egy beszéljünk ezekről a dolgokról. Amikor elmondtam neki ezeket a dolgokat, bementünk ketten, személy szerint dr. Fülöp Erik polgármesterünkhöz, és ő annyit mondott, hogy igen, le lesznek túrva ezek a lakások, mert kettő lakás épült, viszont két haláleset is történt. Amit mi tudomásul veszünk, és teljes mértékben a tények alapján van ez a látás és ez a döntés. Ez ellen mi nem tiltakozunk, nem harcolni akarunk, hanem segíteni akarunk, hogy segítséget kérjünk, hogy a tiszavasvári itt élő embereknek az életében, az eddigi 6 éves munkánk során lassan, folyamatosan, nem megszégyenítve az embereket, hanem együttérezve, együttműködve, kéz a kézbe a szívbéli kapcsolatoknak a kiépítése során, hogy megmutassuk azt, hogy a Tiszavasváriban élő roma nemzet és a Magyarországon élő roma nemzet az Istennek a népe, akit Isten szeret, és pusztán ezért szeretnénk ezeket a dolgokat bebizonyítani. Mivel minden ember Isten kép és hasonlatossága, ezért minden embernek van arra lehetősége, hogy bebizonyítja, amit elrontottuk. Rontottunk dolgokat, és most lehetőségeket kérünk, hogy építsünk lakásokat, biztosítsunk otthonokat ezeknek a gyermekeknek. Ne csonkítsuk meg az embereket, a gyermekeket, neveljünk ki egy olyan jövőt, amire a Magyarországon élő társadalom büszkén, felemelt fővel tudja tovább vinni a generációját. Ezt szeretnénk. Hogyan látjátok és miben látjátok a közös megoldást? Mindenképpen a közös megoldás az, hogy segítsük egymás munkáját. Segíteni egymás munkáját. Hogyha segítenek nekünk az anyagot, a feltételeket biztosítani, mi, mint a közösség, mint a gyülekezet, mint az itt élő emberek, vállaljuk azt, hogy együtt megcsináljuk, megteremtsük ezeknek az embereknek, gyermekeknek az otthonukat. Ezt mi felvállaljuk. Ezt szeretnénk. És kérünk, nem követelünk, kérünk. Akkor most itt a lehetőség, hogy üzenjetek a Tiszavasvári Város képviselőtestületének. Kérném a Tiszavasvári Város önkormányzatát és azon belül a tisztelt képviselőtestületet, hogy fontolják meg, hogy ezeket a dolgokat, amit ők szeretnék, hogy más községnek, Érpatakon lévő embernek a kezében adni Tiszavasvári városának, községének, az embereknek az életét. Amikor mi itt élünk, és bennünk van az akarás, a szándék, az odasánás, az elkötelezettség, hogy helyre hozzuk, amit elrontottunk. Kérjük, ezt kérjük. A Tiszavasvári Város önkormányzatától és a tisztelt képviselőtestülettől. Kérünk, még egyszer kérünk. Köszönöm. Azt hiszem, nem kell bemutatni Gajas Józsefet, hiszen számtalanszor megfordult már a stúdiónkban, több beszélgetés volt vele. Most, mint a megye közgyűlés roma alelnöke van jelen itt. Józsi, mi most a célotok? Mit szeretnétek elérni ezzel az összejövetellel, ezzel a sajtótájékoztatóval? Üdvözlöm én is a nézőket. Nekünk mindenképp az a célunk, hogy mint megyei közgyűlés roma képviselők kiálljunk a szabadszakmábeli romaság mellett, amellett a tiszavasvári cigányság mellett is, mert úgy gondoljuk, amit most a tiszavasvári cigánysággal akarnak művelni, az törvénytelen. Hiszen a kormány hozott már egy döntést, hogy hogy kell az integrációt Magyarországon csinálni. Úgy gondoljuk, hogy a Vasvári önkormányzat jobbikos testülete másképp gondolja. A polgármester úr megbukott, mint polgármester, ami azt jelenti, hogy nem tudja felépíteni, nem tudja integrálni maga a várost, nem tud rendet teremteni.
kérjük, hogy mondjon le, és olyan polgármester kerüljön Vasvár élére, aki mind a két népközösséget tudja képviselni, és rendet tud csinálni. Hiszen nincs is probléma, itt a romákkal dolgoznak az emberek, integrálják saját magunkat. Úgy gondolom, hogy többet járna a széles útra, vagy bűdre, láthatná azt, hogy komolyan formálják őket, maguk a romák formálják saját magukat. Egy komoly hídgyülekezettel rendelkeznek, van nagyon komoly városi önkormányzat képviselőjük, ami úgy gondolom, hogy a romák más nem fognak hallgatni, csak saját romáikra. De arra nincsen szükség, hogy Érpatakról a polgármester ide jöjjön és fenyegesse a széleskúti cigányokat, vagy a bűdi cigányságot, fenyegesse, vagy börtönnel, gyermekelvitellel, vagy börtönbezárással, vagy napi jelentést írjanak minden napi tevékenységükről. És minden nap, vagy minden hónapban ők szedjék ki, hogy ki az alkalmas, hogy közmunkaprogramban dolgozzon. Úgy gondolom, hogy Magyarországon van megélhetés, mindenkinek kell élvezni a megélhetést. És úgy gondolom, hogy a családjától senkit nem szabad elszakítani ma a 21. században. Mi együtt jöttünk be a magyarsággal Magyarországon. Nem tudom, hány száz év élünk már itt. Itt is akarunk meghalni, és nem hagyjuk mi, hogy a széleskúti vagy a tiszavasvári cigánságot bármilyen külsős szervezetek bántsák. Mi ki fogunk állni a cigánság mellett, akár a Brüsszelbe fordulunk, de legközelebb a kormányhoz fogunk fordulni, jogvédőseket fogunk felfogadni, hogy ezt vizsgálják meg, ha továbbra is a polgármester úgy gondolja, hogy alkalmatlan arra, hogy a cigányságot kezelje. Mert konkrétan most csak a cigányságról van szó. Ő nem bír a cigánysággal, a cigányság nem támogatta a választáskor, és most az a bosszú, hogy 2018-ra felkészüljenek, és a cigányságot eltakarítsák Tiszavasváriból. De úgy gondolom, ezt nem így kéne megoldani. Ha tisztességesen dolgozna a cigányokkal, ilyen probléma nem is lehetne akadálya, hogy ő hírneve legyen Vasváriba. Bizonyítsa be, hogy ő alkalmas arra, hogy polgármester legyen és tiszteljék az emberek. Ezzel, ami most történik, ami most történik, ezzel csak a bizalmatlanságot kezdeményeztem. Hajlandók lennétek bármiféle közös koncepció kidolgozásában? Ügyünk le, beszéljük meg, így van. Kedves nézőink, a mostani beszélgetés egy kis felvezetőt igényel, hiszen két részletben történik ez az adás. Az első, az a 2016. február 15-i testületi ülés előtt készült, amikor is sajtótájékoztatót tartott a vasvári cigányság képviselője, illetve a megyei önkormányzat cigány képviselője. És láthatták, és láthatják, hogy mi volt. Azóta a városban történt még egy ilyen jellegű összecsődülés, amikor is mindenféle mendemond alapján idejöttek a polgármester hivatal elé, itt kiabáltak mindenfélét, és mint kiderült, teljesen félre vannak informálva, hiszen egymást úszítják. Most itt vagyunk, azt hiszem a legilletékesebbnél, dr. Fülöp Erik polgármester úrnál, ez a beszélgetés már szerdán történik. Polgármester úr, megvolt a cigány sajtótájékoztató, megvolt a testületi ülés, ahol is az ominózus napirendi pont volt az, ami felháborította a résztvevőket. Tulajdonképpen röviden összegezzük, hogy azok a tévénézők, akik semmit nem tudnak róla, egy kis felvezetés, hogy mégis mi ez. Hát azt hiszem, hogy azért a média foglalkozott már annyit ezzel a témakörrel, illetve Tiszavasváriban is foglalkoztunk már annyit ezzel a témakörrel, hogy olyan nagyon sok magyarázatot és felvezetést nem igényel, de valóban aki nem tudná a részleteket, hogy az elmúlt években azért igyekeztünk próbálkozásokat tenni
a cigány-magyar együttélésnek a problémájának a megszüntetésére. Ugye ezek általában arra vonatkoztak, hogy olyan cigány családok, akik törvényen kívülre helyezik magukat, vagy a nem megfelelő lakhatási körülményekkel nem csak a közvetlen környezetüket, de mondjuk az egész társadalmat megbotránkoztatják, ezeket megszüntessük. Tehát a törvénysértések, a folyamatos bűncselekmények, bűnözések elkövetése ellen irányulva egy cselekvési tervet dolgoztunk ki még a korábbi időszakban. Ezt el is fogadta 2014-ben a képviselőtestület. Meg is kezdtük a háttérmunkálatokat ennek a végrehajtása kapcsán, és hát a tavalyi évben kaptam én személy szerint egy nagyon nagy támogatást és nagyon nagy segítséget, mégpedig a Jobbik Magyarországért mozgalomnak a országos elnöksége jelezte felém, hogy rend és tisztesség elnevezéssel egy országos programtervnek a kidolgozása lesz a Jobbik Magyarországért mozgalomnak a célja. Ennek a fő képviselője az személyesen Volner János, országgyűlési képviselő, a Jobbik Magyarországért mozgalomnak az alelnöke lesz. Ugye Volner képviselő úr azt hiszem, hogy a legautentikusabb, a legszakavatottabb személy ezen a területen, hiszen több évtizeden keresztül ő rendőrként, rendvédelmi szervezetnek a tagjaként dolgozott. Én azt hiszem, hogy ő volt az, aki nagyon sokszor éles helyzetekben, egy az egyben, szemtől szemben tapasztalhatott törvénysértéseket, ezzel kapcsolatban intézkedési jogosultsága volt, ismeri azt a fajta hatósági folyamatot, hatósági eljárásrendet, amelyet egy-egy törvénysértés folyamán alkalmazni kell, és én éppen ezért örültem is, hogy pontosan a képviselő úr lesz ennek a feladatkörnek, ennek a feladatcsoportnak a mentora, és ő lesz az, aki koordinálja ezeket a feladatokat. Akkor jött az a felajánlás a Jobbik részéről, hogy aktívan és tevőlegesen is igyekeznek szaktudással, szaktanácsadással olyan civil szervezeteket, olyan civil szerveződéseket Tiszavasvárinak a tudomására hozni, akik esetleg már másabb területeken tapasztalatokkal rendelkeznek, elsősorban a cigány-magyar együttélésnek a nehézségeinek a megoldására vonatkozóan. És aztán ezzel kapcsolatban érkezett egy felajánlás, egy segítségfelajánlás, mégpedig a Becsület Légiója Egyesület részéről. Ennek sok tagja van, nem titok az sem, hogy az Érpataki Modellországos Hálózatának az egyik testvér szervezetéről, egyesületéről van szó. Az Érpataki Modellről én azt hiszem, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben nagyon sokat hallottunk. Ennek a kidolgozója Orosz Mihály Zoltán, aki a gyakorlatban is nagyon sok jó tapasztalatot szerzett arra vonatkozóan, hogy lehet ezt a fajta közeget, ezeket a fajta problémákat megoldani. És hát a képviselőtestület a hét folyamán, a február 15-i testületülésén kötött egy laza együttműködési megállapodást ezzel a szervezettel. Ez abban arra vonatkozott, hogy mindenféle szakmai tanácsadással, információ biztosítással, esetleg megfigyelési jellegű segítségnyújtással igyekeznek az önkormányzatnak a tapasztalatait bővíteni. Ugye nekünk az anyagi erőforrásaink, a humán erőforrásaink is viszonylag végesek. Azt is tudjuk, hogy a rendőrkapitányság is leterhelt, és éppen ezért szeretnénk hatékonyabbá tenni egyrésztről a saját magunk munkáját, másrésztről pedig a rendvédelmi szerveknek, illetve a hatóságoknak a munkáját. Mindenféle híresztelések láttak ezzel kapcsolatban napvilágot, még mielőtt nagyon belemennénk az azóta történtekbe, illetve hát a különféle ilyen politikai botrányokba, meg botrányokozásokba, azért azt leszögezném, hogy azok a személyek, akik Tiszavasváriba látogatnak bármilyen jogcímen, akár magánszemélyként, akár ennek az egyesületnek a tagjaiként, akár bármilyen segítő szándékkal, bármilyen más szervezetnek a tagjaiként, ők semmiféle olyan
hatósági jogkörrel, intézkedési jogkörrel nem rendelkeznek, ők nem büntethetnek meg senkit, nem vonhatnak felelősségre senkit. Az ő feladatuk az, hogy igyekezzenek számomra is, illetve az intézkedő hatóságok számára olyan információkat biztosítani, amelyek a törvénysértéseknek a megszüntetésére irányul. Tehát, ha ezek a személyek látnak mondjuk egy illegális áramvételezést, akkor ezt bejelentik egyrészről, tájékoztatják a polgármesteri hivatalt is, illetve hát személy szerint engem, vagy valamelyik tisztségviselőnket, és minden mellett az intézkedési jogosultsággal rendelkező hatóságot, tehát az áramszolgáltató céget, az EON-t, illetve hát a rendőrkapitányságot, mivel bűncselekmény jutott a tudomásukra. Tehát semmi olyan plusz jogosítványa a jogkörre nem rendelkeznek, meg nem rendelkezhetnek értelemszerűen, mint mondjuk amivel a rendvédelmi szervek, vagy egy közterületfelügyeleti szerv, vagy egy mezőőri szervezet rendelkezhet. Az ő előnyük és erejük, én azt gondolom, hogy abban látszik, hogy nagyon sokat tudnak az adott helyszínen tartózkodni, meg tudják figyelni az ottani állapotokat, ezáltal információkat tudnak számomra is biztosítani, és magát azt a sokszor rendkívül szövevényes hatósági eljárási rendet, amelyet akár Volner képviselő úr is már megismert az elmúlt évtizedek során, akár mondjuk az érpataki polgármester, vagy bárki más, aki ebben a szervezetben van, ezt össze tudja hangolni, koordinálni tudja, és ebben jó tanácsokkal tud a számunkra szolgálni. A legutóbbi beszélgetésünkkor, azt hiszem ez az évértékelő beszélgetés volt, akkor feltettem egy kérdést, miszerint annak idején a választási programotokban szerepelt Tiszavasváriban a cigányság helyzetének a javítása, alakítása, mi egymás, és akkor szinte számon kértelek, hogy nem történt semmi. Most ez azt jelenti, hogy elindult egy folyamat? Hát én úgy gondolom, hogy azért egy elég hosszú előkészítő folyamatnak kellett eltelnie, és voltak azért lépések, voltak próbálkozások, de azt tudjuk, hogy szerintem nagyon sokat hangsúlyoztuk, hogy azért 30 évnek az elmaradását nagyon nehéz helyrehozni egy pillanat alatt. Azt is szerintem sokszor hangsúlyoztuk, hogy a polgármesternek azért nagyon sokszor meg egy testületnek meg van kötve a keze. Tehát vannak különböző szakigazgatási szervek, akik intézkedésre kötelesek és intézkedésre jogosultak. Tehát mondjuk egy illegális áramvételezés során a rendőrkapitányság az, aki a bűncselekménynek a tényét megállapítja, a nyomozást lezárja, elkészíti a vádiratot, és ezt követően hogy az ügyészségen keresztül a méltó büntetését a kijelölt magyar bíróság által meg fogja kapni az érintett bűnnel követő. Ebben másik hatósági intézkedést tehető szerv, az az EON. Egy polgármester nem mehet oda, nem készíthet jegyzőkönyvet, nem akaszthatja le a kampót, sem egy bármelyik képviselő, sem egy bármelyik civil szervezet, illetve hát bármi ilyen intézkedést, teszem azt járási hivatal, teszem azt kormányhivatalnak az adott szakigazgatási szerve az, amelyik megállapíthatja, büntetés szabhat ki, figyelmeztethet, felelősségre vonhat. Tehát ez egy nagyon összetett feladat, akkor, amikor mondjuk az adott vezetőn kérik számon ezeket, sokan nem biztos, hogy tisztában vannak ezzel, és nem mérlegelik, hogy itt azért az elkövetett törvénysértéseknek a 90%-a kapcsán mondjuk más hivatalok és más hatóságok az, akik intézkedési jogosultsággal bírhatnak. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy már most olyan stádiumba érkeztünk, hogy egyöntetően mindannyian úgy gondoltuk, hogy fel kell vállalnunk ezeket a problémákat. Hát én úgy hiszem, most ugye 3 nap telt el a képviselőtestületi ülés óta, vagy 3 napot éltünk meg, azért itt kaptunk hideget-meleget. Ilyen fajta botrányokozás, mint mondjuk amit 2016. február 15-én tapasztaltam én is a képviselőtestületi ülésen, illetve azelőtt még nem volt. Azért azt is hangsúlyoznám, hogy mindenféle megyei cigány szervezeteknek a jogvédői képviselői ide jöttek, és akkor ők igyekeztek felhergelni az itteni cigány lakosságot, valótlanságokat állítva, abba az irányba tolni a hangulatot, az itt lévő tömeget, hogy itt a cigányok teljesen meg lesznek semmisítve, a gyermekek el lesznek véve, az összes ház el lesz bontva. Ugye ezeket igyekeztünk azért megcáfolni, tehát azt hangsúlyoztam én is minden alkalommal, hogy semmi
semmi extra dolgot, semmi extra követelményt nem kérünk senkitől. Mindenkivel szemben csak hatályos jogrendet, hatályos törvényeket és jogszabályokat akarjuk érvényesíteni. Ezek pedig gyakorlatilag szinte abban merülnek ki, hogy a gyermekek a széles keskeny úton, Bűdön vagy akár Józsefházán legyenek tiszták, ne legyenek koszosak, ne legyenek tetvesek, ne éhezzenek, járjanak normálisan iskolába. Az adott lakókörnyezetet rakják rendbe, ne legyenek a lakások udvarán hatalmas szeméthegyek, ne legyenek kóborkutyák, ne legyenek ott is veszélyeztetett állatok, különféle járványokat próbáljuk megelőzni, és hát ami az egyik legfontosabb része ennek a rendteremtésnek, ennek a rendcsinálásnak, hogy mindenki betartsa azért azokat a szabályokat, amiket be kell tartani. Tehát ne garázda életmódot folytassanak. Az uzsorát mindenképpen fel akarjuk számolni, és erre én azt gondolom, hogy nem lesz egyszerű, ez nagyon nehéz feladat is lesz, de azt hiszem, hogy akkor tudunk érdemben változtatni, hogyha fel fogjuk számolni. És ugyanúgy, ahogy például már az áramlopásoknak, a illegális áramlopásoknak a felszámolásával kapcsolatban is óriási előrelépést tettünk, így én azt hiszem, hogy minden ilyen eredmény azt mutatja, hogy jó úton járunk. Persze fognak jönni a jogvédők, persze fognak jönni a fenyegetések, az elmúlt három napban azért láttuk, hogy különféle liberális oldalakon ugye az jelent meg, hogy itt a szélső jobboldali bajkeverők Tiszavasváriban akarnak rendet csinálni, a tiszavasvári polgármester nem alkalmas a cigányság helyzetének a kezelésére, mondjak le, én is, mindenki mondjon le. Persze könnyű ugye a nagy távolból Budapestről, vagy Nyíregyházáról, vagy egy megyei roma önkormányzati képviselőként osztani az igét Tiszavasváriban, de hát nem ezek az emberek laknak itt velünk, nem ezek az emberek tapasztalják meg ezeket a dolgokat. Biztos, hogy lesznek még erőteljesebb konfliktusok is. Ugye láthattuk azt is, hogy azért itt felcsődítettek 150-200 embert, dühös embert, akik elállták mondjuk a polgármesteri hivatalnak az épületét, rendőröket kellett kivezényelni, le kellett csitítani a kedélyeket. Szerencsére nem került sor tetlegességre, de ugye akár ez is benne lehetett volna a levegőben, mert felelőtlenül uszították az embereket. Azt is szerintem sokan hallották, hogy azért elterjedt ez a rémhír, hogy minden gyereket, minden cigány származású gyereket egytől egyig el fog venni a valamelyik hatóság, vagy éppen az önkormányzat, és szinte percek alatt kiürítették a alapítványi óvodánkat és alapítványi iskolánkat, és sírva, zokogva, szinte hisztérikus állapotban menekültek el a cigány gyermekek a szüleikkel együtt. Nagy riadalmat keltve a pedagógusokban, az óvodai nevelőkben, dajkákban. És hát én azt gondolom, hogy ezek a történések sem szabad, hogy eltántorítsanak bennünket, ugye azért kapjuk a fenyegetéseket, én is kapom személy szerint akár családomra vonatkozóan is kapom a fenyegetéseket, ezeket azért hangsúlyoznám, és egyúttal megnyugtatnék mindenkit, egyrésztről a tisztességesen élő magyar családokat, a tisztességesen élő cigány családokat, hogy senkinek nincsen félnivalója, és viszont mi sem fogunk eltántorodni a célunktól, és végig fogjuk vinni ezt a programot. Tehát lehet itt akár naponta vagy két naponta bármiféle és jellegű tüntetéseket megszervezni, lehet hangoskodni, lehet fenyegetni, viszont én azt gondolom, hogy a szándék az egyértelműen az, hogy ezt végig fogjuk vinni. Azért az elmúlt három napban én kaptam annyi erősítést, meg kaptam annyi biztatást mindenféle területről, meg a kollégáim is, hogy ez azt mutatja, hogy igenis ez jó irány, ezt nagyon várják, és azt fontos megjegyezni, hogy a cigányság is rendkívül megosztott, és az a tömeg, aki mondjuk ide lecsődítve 15-én és 16-án is, tehát az a 150-200 ember is, két részből állt. Az egyik része, egy kisebb hangoskodó része, ugye próbált mindent a többségi társadalomra kenni, vagy rám kenni, vagy bárki mást okolni azért a helyzetért és azért az állapotért, amik ott vannak, és nyíltan kinyilvánította, úgymond, hogy nem is akar
szinte változni. De azért volt a tömegnek egy olyan része, és én úgy láttam, hogy azért általában az a része volt a nagyobb, mind a két esetben, akik ugye hangsúlyozták, hogy igen, mi akarunk változni, meg akarjuk szüntetni az uzsorát, kitakarítjuk a portánkat, rendbe tesszük a lakókörnyezetünket, vigyázunk a gyermekeinkre, megszüntetjük az áramlopást, és sorolhatnánk. Tehát én látom azt, hogy azért a nagy többség most abban a helyzetben van, vagy abban az irányba akar elmozdulni, hogy igen, megmutassák, hogy ők képesek változni. És van még egy nagyon fontos terület, amit szerintem már most hangsúlyozni kell, hogy lehet támadni ezt a cselekvési tervet, lehet támadni az elmúlt napoknak, elmúlt heteknek a munkásságát. Viszont azért vannak eredmények. Ugye civilként itt a Becsület Légiója Egyesületének jó néhány tagja már megfordult az előző 2,5-3 hónapban. Volner János képviselő úr is, a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak jó néhány tagja. Ők elég gyakran kimentek a széles keskeny úti területekre, ott helyszíni bejárást végeztek, és hogyha tapasztaltak olyan jellegű törvénysértéseket, akkor azokat bejelentették. És több mint 300 esetben került sor az ő intézkedéseik által, vagy bejelentéseik által tényleges intézkedésre. Tehát ez azt jelenti, hogy 300 esetben mondjuk áramlopást jelentettek be. Kimentek a hatóságok, megszüntették, kiment az EON, kiment a rendőrség, megszüntették az áramlopást, felvették a jegyzőkönyvet, elindították a büntető eljárást, elkopozták azt a vezetéket, tehát megszüntették gyakorlatilag, vagy lehetetlenné tették a jogsértésnek a további folytatását. Ezt 300 alkalommal tették meg, és a múlt hét folyamán, amikor 5.-6. alkalommal érkezett meg ez a civil csapat és tartott helyszíni bejárást, az egész szóban forgó területen, tehát a széles keskeny úti részen 6 olyan lakás volt, vagy 6 olyan ház volt, ahol illegálisan lopták az áramot. Jelentősen visszaesett a száma. Én azt gondolom, hogy jelentősen visszaesett a száma. Én azt láttam, hogy jó néhány helyre már a kártyás órát is felszerelték. Itt a tüntetés folyamán, vagy demonstráció folyamán, a tegnapi nap kapcsán, amikor én megpróbáltam csitítani a tömeget, és mondtam, hogy nem lesz olyan, hogy ok nélkül valakitől elveszik a gyereket. Nem lesz olyan, hogy ok nélkül valakinek le fogják dúrni a házát. Viszont ugye itt meg lesznek szüntetve ezek a fajta törvénysértések. Például az áramlopás. És nagyon sokan hangsúlyozták, hogy nem lopjuk az áramot, be van vezetve, ott van a kártyás óra, legalizálni akarják, tehát teljesen tisztában vannak azzal, hogy ezeket a problémákat, vagy ezeket a törvénysértő állapotokat nem lehet tovább folytatni. Tehát én azt hiszem, hogy ha jogvédők jönnek, vagy bárki, aki ellenzi ezt a cselekvési tervet, azért látni kell, hogy már most, hogy elkezdtük és megvalósítási szakaszba léptünk, már most azért vannak jelentős eredményei. Polgármester úr, ugye néhányszor voltunk már mi is kint kamerával, forgattunk, láthatták a városlakók is, hogy milyen állapotok uralkodnak. Most gondolok arra például a 3x2 méteres putrira, és szó szerint putrira, aminek a teteje honnan mit sikerült összehozni. Abból van, valahonnan ment az áram, egy sima, egyszerű, szinte hangszóró kábelen. Na most ezt egyértelmű, hogy ez állandó otlakásra alkalmatlan, tehát ezt le kell dózerolni. De itt jön a cigányság kérdése, hogy akkor hova fognak költözni? Most köteles a város nekik új lakást biztosítani? Hát én úgy gondolom, hogy senkinek nem köteles semmit biztosítani. Ugye nem a polgármester az, aki eldönti ezeknek a épületeknek, vagy bármelyik épületnek a fenntarthatóságát, az életveszélyességét, vagy bármit. Ugye megvan a kormányhivatalnak egy szakigazgatási szerve, vagy egy járási hivatalnak egy építésügyi szerve, vagy katasztrófavédelmi szerve, aki majd ezeknek konkrétan utána jár. Azt már ugye most látjuk, hogy az illegális áramlopások miatt két kisgyerek meghalt, bármikor történhet olyan katasztrófa, hogy egy-egy ilyen összetákolt ház, egy-egy ilyen putri összedől. Ugye ezeknek a nagy részében az áram be van vezetve, illetve be volt vezetve illegálisan, ez még plusz egy veszélyforrást jelentett, úgyhogy az elsődleges célunk most az, hogy rendkívül rövid időn belül megoldjuk ezeket a problémákat, tehát az illegális áramvételezést mindenhonnan kizárjuk, teljességgel megszüntessük. Én azt hiszem, hogy a következő lépés az lesz itt a cselekvési terv kapcsán, hogy egy nagyon rövid, szűkös határidő megszabásával, ez egy maximum 2-3 hetes időintervallum,
figyelmeztetni és felhívni minden lakost arra, hogy a saját lakókörnyezetét azt maximálisan tartsa rendbe. Tehát ne legyen szemetes, ne legyen emberi ürülékekkel áztatott az a terület, ne legyen a meleg ágy a fertőzéseknek. Hogyha ez sikerül, én azt hiszem, hogy utána fogjuk tudni a következő lépéseket megvalósítani. Hosszú távon én azért azt gondolom, hogy szociálisan azért igyekszik mindenki érzékeny lenni. Olyat én nem szeretnék, hogy itt most hirtelen az egész cigány, meg nem is lehet, hogy az egész cigány teleppel kapcsolatban letózeroljuk, mert már ugye ilyen hangokat is hallottunk. Viszont azt ugye láthatjuk, hogy ha lesznek olyan épületek, amelyeket életveszélyessé nyilvánítanak hosszú távon, akkor onnan majd azoknak az érintetteknek ki kell költözniük. Innentől kezdve ugye lesznek olyan területek, amelyek kapcsán saját maguknak kell gondoskodni például a lakhatásukról is. Természetesen vannak az önkormányzatnak azon a részen, széles Keskeny úti részen szociális bérlakások, ezeket lehet igényelni. Mielőtt még, mert már ilyen híresztelések is napvilágot láttak, hogy majd akkor a belvárosban, a bérlakásokba költöztetünk be akármit, akárkiket. Én azért itt azt mondom, hogy mindenkinek hogy mindenki vegye elő a józan eszét, tehát azért mindenki tisztában vele azzal, hogy ez egy végtelen nagy butaság, tehát ilyet nem fogunk és nem is szabad engedni. Ugye a kormányzat most megindította ezt a 10+10-es csokrendszert, vagy csokkedvezményt, amit én azt hiszem, hogy sokan igénybe vehetnek, vagy kihasználhatnak, akik akarnak. Van több területen családok átmeneti, ott van a családsegítés. Tehát ezekhez az intézményekhez, ezekhez a szervekhez is hozzá lehet fordulni. Ugye azért nagyon sok mindenkinek vannak rokonaik, vannak ott olyan jogvédő szervezetek, vallási szervezetek, akiknek a főszerepük a gondoskodás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találnia azt a megoldást, hogy hol fog tudni lakni esetleg. Ebben természetesen partner mindenki, az önkormányzat is maximálisan és messze menőleg partner. Ugyanúgy, hogyha egy magyar család veszti el a lakhatását, vagy bármelyik tisztességes cigány család, abban is igyekszünk segíteni. Viszont ugye azt meg kell értenie mindenkinek, hogy ez nem elsődlegesen önkormányzati feladat, tehát mindenkinek saját magának is gondoskodnia kell a lakhatásáról, ebben saját magának is munkálkodnia kell. Úgy tudom, hogy a gyermekvédelmi törvényben le van fektetve például olyan is, hogy hány négyzetméter szükséges mondjuk egy gyerek lakhatásához egy lakásban. Az előbb említettem ezt a 6 négyzetméteres putrit, szó szerint tényleg az, ahol tegyük fel, van 3-4-5-6 gyerek, mert azt is el tudom képzelni, sőt, hogy hallottam, van is ilyen. Na most itt egyértelműen jön majd a különféle hat szakhatóság, megállapítja, hogy ez ott azoknak a gyerekeknek veszélyezteti a további életét, állami gondozásba veszi őket, biztos lesz ilyen, és az is elképzelhető, hogy nem egy, nem kettő. Na most ilyen esetben feltételezhető, hogy mindazok, akik ilyen körülmények között élnek, azok elvándorolnak Tiszavasváriból? Hát ezek mind ilyen feltételezések, tehát ezekkel kapcsolatban én nem is akarok sem megcáfolni, sem megerősíteni. Ugye egyénileg lehet itt majd egy-egy családdal kapcsolatban ítélkezni, vagy következményeket levonni. Én azt gondolom, hogy aki valóban kedvezően áll az önkormányzathoz, a többségi társadalomhoz, és biztosítani fog mindenkit arról, hogy ő igenis együtt fog működni, ő együtt akar működni, ő változni akar, gondoskodni akar a gyermekeiről, gondoskodni akar a családjáról, a lakókörnyezetéről. Én azt gondolom, hogy azokkal a személyekkel, azokkal a szülőkkel együtt tud majd mindenki működni, ez az egész rendszer, akár az önkormányzatról, akár bármelyik szakigazgatási szervről, akár a gyámhivatalról is beszélhetünk, és meg fogjuk találni a megoldást. Viszont az, aki mindentől elzárkózik, és kategórikusan kijelenti, hogy márpedig őt nem érdekli, és nem akar változtatni az életkörülményein, legyen ez a gyerekeknek a veszélyeztetettsége, legyen ez a putriban való továbbélés, legyen ez a lakókörnyezetnek a szennyezése,
fokozatos áramlopás, vagy uzsorázás, vagy bármelyik ilyen jellegű bűncselekmény, azzal a személlyel nem fogunk tudni együtt élni, nem fogunk tudni együtt dolgozni, és bevallom az igazat, hogy nem is akarunk. Tehát minden olyan eszközzel, minden olyan hatósági eszközzel igyekszünk majd megakadályozni ezt a törvénysértő állapotot, hiszen ez mindannyiunknak az érdeke. Polgármester úr, tekintsük ezt végszónak. Én azt hiszem, ez egy viszonylag hosszú folyamat lesz, tehát erről még jócskán fogunk beszélni. Azt ígérhetjük a kedves tévénézőknek, hogy minden jelentősebb történésről, eseményről tájékoztatni fogunk. Köszönöm a beszélgetést, szerintem minden igényt kielégített. Köszönöm szépen, én is a lehetőséget.